podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Nagy szeretettel köszöntöm a Visszapillantó című műsor nézőit, vendégeit, nagy megtiszteltetés ért minket. Azonban még egy ásonyommal előrébb mennék. Két gyermek boldog édesapja vagyok, ez nagy büszkeség számomra, azonban a velem szemben ülő vendég lényegesen komolyabb számokkal büszkélketett, még hogyha nem is teljesen ugyanebben a formában. Dr. Káli Nagy Géza professzor a vendégünk, Üdvözlöm! Jó reggelt kívánok, én is eh, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki nézi ezt a programot, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nos, hány gyerek született a Kál intézetből, aminek kicsit több mint 30 éve jött létre? 30 ezer. se világ. Egy városnyi gyermeket adtunk az országnak, a szülőknek, eh, valamivel kevesebb, mint 30 év alatt. Mi Európa egyik legnagyobb, legismertebb és legkeresettebb intézetévé váltunk. Ugye ez a 90-es évek elejére tehető nagyjából, 92. Ugye? május. 92. május. Azért ezt egy komoly háttér előzi meg. Ez mennyiben, ez az intézet, ez mennyiben táplálkozott abból, amit ön Amerikából hozott, mert ugye hosszú éveken keresztül kint élt Amerikában. Nyilvánvalóan a rendszerváltás adta lehetőséget, hogy azokat a technikákat, amelyek nyugaton már bevezetett és rutin eljárásnak minősültek, be tudtuk hozni ide. Ez nem volt korábban lehetőség. Mi kórházon kívül ambuláns módon oldottuk meg azt, ami a kórházak sajnos ugye állami körülmények között nem tudtak olyan effektíven és eredményesen csinálni, mint mi. Ebben az időszakban akkor ö, nyugodtan így két részre bonthatjuk, tehát voltak önök, a Káli Intézet, és volt az állami, és ezen felül nem volt semmi más. A, amint mi megjelentünk és állami finanszírozáshoz jutottunk, az ellátás különbségéből fakadóan sokkal több házaspár keresett fel minket a Káli Intézetben, mégpedig azért, mert érezték, hogy nagyobb esélyük van gyermekáldásra. És, és a emberibb várakozás nélküli, borra való nélküli, stb. stb. ellátás sokkal szimpatikusabb volt nekik. Volt olyan idő, amikor az országos ellátás 60-70 át mit csináltuk. Hát ezért nagyon komoly számok, és, és hát nyilván a számok mellé nagyon komoly eredmények. Ezt aláírom, ezzel egyet értek. Nem véletlenül ül itt velem szemben, és nem véletlenül kerestük meg, mert hogy nyilván a Káli Autó és Motor Múzeum az egy unikális valami itt Magyarországon. Az is egy gyermeke, én úgy látom, és amilyen szerelemmel beszél róla, és amilyen vehemenciával épül-szépül ez a múzeum, az egyik gyerek viszont, hát hogy mondjam, nem is meghalt, de valahogy így kirepült a fészekből, mondhatjuk így. Hát én inkább úgy mondanám, hogy az államnak jött egy olyan ötlete, hogyha minden egyes kezelést megfinanszíroz, akkor egy jobb ellátást tud biztosítani. Meg kéne kérdezni a betegeket, hogy jobban szeretik-e a mostani ellátást, vagy a korábbi Káli intézeti ellátás volt nekik jobb. Erre nem tudok válaszadni. Véleményem szerint mi, mi inkább egy magánrendelőhöz lehetett minket hasonlítani, mint egy állami kórházhoz. Most állami körülmények között a betegek nagy számban jelentkeznek magánrendelőkben, és sajnos egy turizmus indult meg Csehország és Szlovákia fele, ami az én időben pont fordított volt. Hát fél Románia, északiak, Szerbiából hozzánk jártak a betegek, a meddőpárok, párok, ezrivel. Most megfordult a kocka. A magyar betegek mennek külföldre. Alapvetően azzal, amit említett az elején, hogy az állami finanszírozás, tehát hogy ö, teljesen állami finanszírozásból menjen ez az egész ügy, ezzel nem lenne probléma? Ez nagyon jó. Ez abszolút jó, mi ezért könyörögtünk és harcoltunk ezért, hogy ezt oldják meg. A finanszírozás az nem az intézeteknek szól, hanem a betegeknek. Tehát ők a betegeket finanszírozzák. De nekem az az érzésem, hogy, hogy valahogy a finanszírozásból nem tudják megoldani azt az ellátási formát, amit mi annak idején produkáltunk. Más volt a szemlélet? Hát mi gyakorlatilag egy magánintézet voltunk, ugye magánrendelő típus volt a, 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 a mi jöttek a betegeink, nem voltunk túlterhelve, tehát most egy állami centrumba ugye, mikor százával jelennek, meg naponta a betegek, tehát azokra nincs annyi idő, nincs annyi figyelem, tehát nem olyan a hangulat az intézetekben, mint a régi időkben voltak. Hogyha visszahozom ezt a példát, hogy egy gyermek született, és egy gyermek valahol kirepült a fészekből, ugye ez egy ilyen államosítási folyamat ö, nyomán ö, lett állami, ugye maga a Káli intézet is. Ez, ez egy... az államosítási szó, ez, ez egy picit pejoratív. A magyar állam volt a vevő, aki megvette. Nyilván ők kifejezték a vágyukat, hogy szeretnének egy nagy állami monstrumot összehozni, össze is hozták. A, a, de ennek elengedhetetlen feltétele volt, hogy az ország e, ellátásának több mint felét végző intézet, ugye állami tulajdonba kerüljön. Tehát ezt formálisan megvásároltak. Kivásároltak, megvettek. Minden, szőröstől, bőröstől. Amikor működik egy ilyen rendszer, és nem tudjuk, hogy ennek a hátterében pontosan mi is áll, nyilván sejthetjük, vagy irányvonalakat, akár láthatunk, hogy mik a tervek ezzel az egész bevásárlás, kivásárlási folyamattal. Amikor egy jó működő rendszert megvásárolnak, akkor van egy ilyen kupak tanács, hogy professzor úr, üljünk le, beszéljük át, hogy hogyan is, miként működött ez, hogy ez mondjuk euh, tudjon folytatódni hasonló ütemben? Ilyenre nem volt példa, de mikor valaki valamit megvásárol, nem mindig szokta a, tulaj, a, a régi tulajdonossal ezt részletekben átbeszélni. Átveszi, és viszik tovább. Itt, amit meg kellene nézni, hogy a, az az állapot, ami akkor uralkodott az intézeteimben, az megmaradt-e, az a hangulat, az a betegek által szerethető környezet, vagy nem? Nekem az az érzésem, hogy változott hátrányára. Ez fájdalom ennek? Néze, az egyik szemem síra, másik meg nevet. Én egész életemben harcoltam azért, hogy minden beteg kapjon állami finanszírozást a beavatkozásra. Most ez megvan. De 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 az egyik nagy problémája ennek az állami finanszírozásnak most az, hogy 45 éves korig engedélyezik a beültetések elvégzését. Na most, 43 éves kor után ez az eljárás eredménytelen. Ez azt jelenti, hogy milliárdokat költünk idős nők idő, nem, biológiailag idős gyermekvállalásra, tehát 42-3-4-5 éves betegekre, ahol gyakorlatilag eredménytelenül kezeljük őket. A közpénz felhasználását én úgy érzem, hogy, hogy jobban szolgálná, ha 40 éves korban ez megállna, ahol 40 éves korig ez az eljárás működik, de 42 után már nem. Tehát mi az értelme annak, hogy betegek ezreit kezeljük, anélkül, hogy a leghalványabb esély lenne gyermekáldásra. A megoldás ezeknek a betegeknek az, hogy fiatal petesejtet kellene számukra biztosítani, fiatal diáklányoktól, vagy más helyekről, de erre a jogszabályi feltételek nem adnak lehetőséget. Tehát a mostani vezetőknek, politikai vezetőknek egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy a 40 éven felüli korosztálynak biztosítsa a peteseit adományozási lehetőséget. Ott egy, har egy, egy közel 50 éves betegnek is akár. 50 os esélye lehet, hogy gyermekkel a karján térjen haza. Na most az igazsághoz hozzátartozik, hogy a csehországi turizmus egy része ezekből a betegekből áll. Tehát idősebb betegek, petesejtér Csehországba mennek. Valahol annyira emberi a történet más részről, meg valahol annyira embertelen is a kettő együtt, hogyha, ahogy említi ezt az életkort és a őket kvázi ringatják abban a tudatban, hogy, ő, hogy lehet gyermekük, és van rá esély. Nyilván közlik velük, hogy az esély kevesebb, vagy ők is tisztában vannak ezzel. Ez fekete-fehér ez, ez a, válasz erre a kérdésre, hogyha ha saját petesejtel próbálkozunk, az eredmény katasztrofális, nem lesz gyerek. Ha donor petesejtel próbálkozunk, akkor akár 50 os eredményről is beszélhetünk. Amikor ő még fiatal volt. Most is az vagyok. abszolút abszolút. Fiatalabb, igen, tehát hogy ugye 18 múlt, ahogy beszéltük igen. is. Eh, akkor milyen vágyai voltak? Hát, eh, én orvostan hallgató voltam, amikor fiatal voltam, amikor ugye gyakorlatilag beléptem az életbe, és hat év úgy telt el, hogy éjjel nappal tanultam nem csak orvostudomány, de angolt is, mert én már tudtam a orvostan hallgató éveim közepén, hogy én az Egyesült Államokba fogok kikötni, és a leges legnagyobb vágyam az volt, hogy miután útlevelet sose kaptam életemben, hogy valahogy kikeveredjek innen. Kalandos módon ezt megoldottam, és 1969. szeptemberében elhagytam az országot, és néhány hét múlva, talán két hónap múlva megérkeztem az Egyesült Államokba. 1969. december 1-én. Hát ne haragudjon, de azt szokták mondani, hogy ha egy puska van a színpadon, akkor az el is fog sülni. Hát most ezt a puskát ön hozta ide, azt mondja, hogy kalandos úton került ki Amerikába. Kénytelen vagyok rákérdezni, hogy ez a kalandos út, ez mit akar? Hát nem volt akkor, az ember nem kapott útlevelet. Magyar, ma, én egyetlen egy lehetőségem volt, hogy egy ilyen Szerbiába való átlépőt ott osztogattak Szegeden. Szereztem egy ilyet, azzal lejutottam a, a, a Rovinyba, a tengerpartra, ott összeismerkedtem egy vízisíjelős emberkével, aki vízisível húzta a turistákat. Én mondtam, hogy nem -e vinne át Trieste-be. Azt mondja, nem, nem, az messze van, meg hullámos. És akkor elmondtam a történetemet, hogy mi a gond. Azt mondja, tudja mit? Azt mondja, eladok, adok magának egy német útlevet, amit valakit elvesztett. Száz dollárt adtam neki érte, másnap felültem és kimentem Trieste-be. <laughs> Ez egy, egy, egy idegen útlevél. <laughs> meg sem néztek, így, hajtottak keresztül a határon, hogy, hogy Germánó, Germán, menjek, menjek, menjek. Utána még olyan bátor lettem, hogy még aznap este ezzel a vásárolt útlevelemmel fölmentem Bécsbe, és ott jelentkeztem a rendőrségen. Azért ugye el tudom képzelni, hogy a átmennek Trieste-be. Ne, nem, van, van, nem, van, nem. Maga van, a szenzáció sztorit lenne. De, de nem gondoltam, hogy átvíz csónakkal. Nem hmm. vízisível. Hát de pedig nem. azért az az igazi kaland. Igen, 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 igen. De hát azért nem kívánom azt az érzést senkinek, hogy amikor megérkeztem a jugoszláv-olasz határa, és kiszállítottak minket a buszból, és ott volt egy hosszú folyosó, és a folyosó túlsó vége már, már Olaszország volt, hogyha bármi gondom lett volna az útlevéllel, akkor onnan már átszaladok. De nem volt. Átszaladok. A, a, a buszutasai, azt mondják, magával mi volt az idevezető úton, olyan szomorú volt, most meg ve verebet lehet önnel fogadni. Azt hát nem akarom itt hosszúra nyújtani a történetet, de ez történt. Ezt a vegyárját neki. Szép kaland. A, az Amerika vágy, vagy az, hogy amikor már tudta, hogy ön Amerikában akar kikötni, ez honnan ö, datálódik? Ez onnan, hogy orvosként ott tud helytálni, vagy ott az igazi nem körülnek, vagy? Nem, nem, nem. A, a történet ott kezdődött, hogy apám orvos volt, és, és neki volt egy barátja, aki nőgyógyász volt New Yorkban de nagyon régen, még a 20-as években, száz éve előtt ment ki, és a, a, a 60-as években már magánkórháza volt New York belvárosában. Tehát egy jómódú, tehetős ember, és ő megígérte, ha egy karriert szeretnék az Egyesült Államok, a hónom alá nyúl. És akkor annyira, hogy kijött a repülőtére, az öcsémmel együtt mentünk, és az első éjszakát egy kórházi ágyba töltöttem ami olyan kényelmes volt, a furcsa, hogy megérkezek a szabadság országám, és bedugnak egy ilyen kórházi ágyba az első nap. De egy praktikus ember volt, és nem volt vele semmi gond. Az autók iránti szeretet, szerelem az honnan datálható? Datálható egyébként valahonnan? Mert azért itt hogy a hazai de. körülmények között azért oké, hogy mondjuk egy orvos édesapával Apám már egy fő, kicsit... főorvos volt szemész főorvos Oroszállán, és abban a szerencsés helyzetben volt, hogy 59-ben meg tudta venni német ümrek kalapács vetőnek a Vox Velox nevű autóját, abból alig-alig volt az országban, talán 80-at hoztak be, és a Népstadion igazgatója volt a, a, a Német Imre. fölmentünk Pestre, apám, anyám, a, egy sofőr, meg én. Népstadionba átvettük az autót, és kb. 5-6 órába tehetett, mire orosházára leevickéltünk semmiféle papírunk nem volt, csak mindig azt mondta, mondják, hogy a német Imré a kocsi, aztán majd megérkeznek, akkor, és egy közismert ember volt, olimpiai bajnok is. A fia, aki Montrealban lett olimpiai bajnok gerejhajításban, világcsúccsal, olimpiai csúccsal, én ott ültem a stadionba, 76-ban, és Montrealba, és és, és, ő is ellátogatott a múzeumba. Majdnem könnyek között mondta, hogy, hogy ez a kocsi úgy a szívéhez nőtt, mert mindig a hátsó ülésen ült, az apja nem engedte mellette ülni, hogy ott biztonságosabb, és itt is beült a kocsiba, és teljesen meg volt hatódva. Ez a döbbenetes ebben az egész történetben, mert úgy nagyjából ugye el tudjuk képzelni a szituációt, hát helyel közel nyilvánvalóan, hogy hogy, hogy is történt, akár ez az adásvétel, akár az út orosházára, Igen. de hogy ez az autó, ez az autó 2024 januárja van, ott van Dörgicsén a Káli Autó és Motormúzeumban. Ennek utána mentem részletesen, mert ahhoz, hogy ezt a múzeumot létrehozzam, ennek a kocsinak a jelenléte abszolút fontos volt és, és hát 80 ilyen kocsi került be Magyarországra. Azt szétszették, pobjadalkat részeket raktak bele, ezt, azt, ameddig tudták, utána kukázták őket. Volt egy ember, aki úgy érezte, hogy beleszerelmesedett ebbe a boxhálóba, és egyet felújított. Összeszedett négy, öt, hat ilyen roncsot, köztük gondolok a milyenket is, és abból összefabrikált egyet, ami nagyon szép állapotban megcsinálta a fia emlékére, és mondtam neki, hogy én ezt szeretném megvásárolni, szó se lehet, azt a fia emlékére csinálta, és mondom neki, hogy egyidős volt velem, mondom, mi fog történni, ha mondjuk meghalsz, az, hogy ez nagyon zavar, nem az, hogy meghalok, de hogy mi lesz az autó sorsa? mondom, tegyük be a múzeumban, most, bármikor jöhet, vezetheted, stb., ha én, velem történik valami, akkor ma ott van a múzeumban kiállítva, a végén engedett ennek a nyomásnak, és gyakorlatilag eladta is, vissza-vissza de -vissza sajnos egy év múlva meghalt. Úgyhogy, úgyhogy hát ugye mi a, ezzel a múzeumban gyakorlatilag az emlékek őrzői vagyunk. Ugye ez is egy egy egy, egy, emlé, egy, 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 emlékműve egy embernek, aki a fiú emlékére rakta bele az éveket, hogy egy ilyen kocsit összeállítsa, ami szinte a csodába hatás, az egész világon nem lehetett kapni. New Zealandon volt egy lerobbant valami, egyetlen egy volt ilyen, amit találtam az interneten, mondom neki, hogy egyező meg valami, nem pénzkérdése nálam, és, és, és Nyilván. Én jártam ebben a múzeumban nem is olyan rég Petrányi Zoltánék jóvoltából, és az igazán letaglózó az volt számomra, egy, amikor már kinyílik az ajtó, bemegyünk, és hát némileg érezni azt az illatot, amit mondjuk egy közlekedési témájú múzeumban érezni az öreg gépszagot, azonban ott egy kicsit más illatok is vannak, mert hogy ezek az autók némelyik be is van indítva, meg is van mutatva, és oda lehet menni, meg lehet fogni hozzá. Lehet... Nem. Ja, jó, bocsánat. Megfogni igen, nem, nem, megfogni nem, nem. nem lehet, de egészen közel lehet menni igen, hozzájuk. Igen, körbe és... lehet sétálni, stb. 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 Tehát megsimogatni nem lehet, mert ugye, ugye 140 járművet, ami ki van állítva, állandóan simogatni nekünk, ugye finom ruhákkal, meg portörlővel azért iszonyatos nagy munka de nincsenek nálunk kordonok. Ez megkülönböztet minket gyakorlatilag a világ összes múzeumától. Hát ott áll egy, 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 egy Bugatti, csak hogy más nem mondjuk a legújabb szerzemény, ugye Type 35-ös típus B, ugye, és körbe járhatja körbejárhatja. A kérésre kinyitjuk a, a motorháztetőt is. Tehát egy ilyen, egy ilyen barátságos, családias légkör uralkodik, és én azt veszem észre, hogy egy csoportban 25 ember van nálunk, tehát két csoportot indítunk körülbelül két és fél óránként, hogy amikor tehetem, én is oda megyek és beszélgetek velük. Azt veszem észre, hogy az emberek annyira meghatódnak ettől a sok szépségtől, hogy néha, néha könnyeket csal a szemükbe. valamelyik nap is találkoztam egy 50-60 év körülötti emberrel, és azt mondja, doktor megfoghatom a kezét. Fogja meg a kezemet. Azt mondja, nem tudom, hogy köszönjem meg, hogy azt létrehozta, mert, mert az elmúlt másfél óra visszahozta a fiatalságomat, visszahozta az emlékeket, amit más nem idézett volna fel. Tehát egy nagyon komoly ilyen emocionális kötődése van az embereknek a járművekhez, és nekem az az érzésem, mintha ezeknek a rajongóknak egy ilyen otthont biztosítanák, ott megtalálják, amit keresnek, beszélgethetnek tárlatvezetőkkel, ha ott vagyok velem is, és, és hogy milyen óriási dologgá nőtte ki magát két és fél év alatt, most kapaszkodja meg, 200 ezer látogatónk volt tavaly a honlapunkon. Abból 30 ezered is jött. Elfáradt hozzánk. Hát nyilván a nyár erősebb, mint a tél, de, de majdnem minden áldott nap nyáron 250 ember fordult meg nálunk. 10 napot, 2500, 30 ezer ember volt nálunk. Hihetetlen mennyiség. Ez a 30 ezer, ez egy Mind ilyen visszatérő boldog. szám szinte, akkor mondhatjuk ezt is. Akár. Na, a, hogyha visszamegyünk egy picit Amerikába, akkor uh, nyilván egy ilyen dolgos uh, élet mellett, amit ön kint végzett, amit ön kint élt, ott uh, hogy fér bele, akár az autózás, akár a gépek szeretete, bármi ott volt egyáltalán erre kapacitása? Hát hogyne. Hát az Egyesült Államokban az autó a legfontosabb tagja a családnak. Hát az ember elveszti a jogosítványát, vagy nincs autója, az a levágnák a lábát. Hát ki se tud mozdulni hazúról. Ugye hát egy, egy parasztembernek embernek nincs, a tanyán ugye nincs egy lovaskocsia, hát ugye mit tudom én, egy, 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 egy ki se tud mozdulni onnan. Tehát tehát, tehát ö, ö, én úgy tudom, hogy per capita, tehát nem, hogy mondjuk magyarok per capita, tehát lakosság arányosan, mm. lakosság arányosan az Egyesült Államokban van a legtöbb autó. És ez hogy nézett ki Káli professzornál kint Amerikában, amikor a 60-as évek végén megérkezik, és... Hát volt ö, egy vágyam. Na, 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 na. Autóba. Ugye nekem se volt autó Magyarországon, a Voxalt, meg az Opel 53-ast vezetgettem, és mindig az volt a vágyam, hogy egyszer az életben valamikor ö, legyen egy bogárhátú Volkswagenem. Hát ez olyan magasra tettem a lécet, hogy ez elérhetetlenek bizonyult, ez kellett egy emigráció, mert ez nem jött volna össze, különösen nem három hónap alatt, mikor kimentem decemberbe, december elsőjén, áprilisban már egy bogárhátú volkswagen közlekedtem büszkén az Egyesült Államokban. De visszamegyek még egy picit, hogy az autó szeretetet kérdez az előbb. Engem nem vettek fel egyetemre, és előtte ilyen autós műhelyben dolgoztam, fizikai munkásként és tudtam ott javítani, amit kellett. Jött, akkor még ugye szét kellett szedni valamit, vagy a laprugókat szépen összeállítani, fölhevíteni, megkalapálni, hogy a íve visszajöjjön. Tehát ott komoly ilyen munkákat végeztünk, és, és ez a említett Volkswagen, az egyszer összekoccant, mert New Yorkba összekoccant, az nagyon egyszerű dolog. Egy én is nagyon csúnya lett a sárhánya, lecseréltem saját magam. Elmentem, vettem egy sárhányot, lecseréltem, volt ilyen festék, lefújtam, addig lehetett észrevenni, a ha halványkék volt. Tehát akkor én szerettem az autókkal foglalkozni, de 50 évig orvosként nekem a kocsik azok közlekedési eszközök voltak. Tehát kellett egy megbízható, Egyszer elkalandoztam egy ilyen mazerát irányába. Nagy hiba <laughs> volt. Szép nagy, nagy hiba volt. Nagy hiba volt. Rengeteg gond volt vele. Visszavittem a, a egy olasz ember árulta őket, visszavittem oda, mondom, ezzel rengeteg baj van ezzel a kocsival, hogy a doktore, doktore, mondja, ilyen, 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 ilyen olaszos kiejtéssel, angolul. Hát figyeljen ide, mondja, hát ez ez egy olyan, mint egy gyönyörű nő, azt mondja, ezzel mindig gondok vannak, azt mondja, ez, 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 ez hozzá kell szokni. Na, mondom, jó, át, adjon, egy, adjon egy másikat, adott egy másikat. Még haza se értem is a biturbója már. Fölhívom még egyszer, azt, hogy a ballagjon vissza. És akkor visszavették, csak azóta nincs mazeráti, most már van, de, de, de ott véget ért a mazeráti korszak. A külföldi kocsik közül volt bmw m több, különböző új típusúak, egy mercedes csak, többi mindig-mindig amerikai kocsi, és az volt a legpraktikusabb, mert bármi volt, egy benzinkútnál megállok, ugye, Lecserélik a kereket, tesznek bele egy új szűrőt, vagy egy, egy, egy burátival odaállítottam volna, hogy téboly lehetett volna. Hát, vagy még akár a Mazerátival is nyilván, akár. hát mit tudnak hozzányúlni, természetes. A múzeum ötlete az mikor adatálható? Vagy volt egyáltalán ötlet, vagy az így a organikusan így alakult? A nagyon jó a kérdés, és erre. Úgy fogok válaszolni, hogy amikor több időt kezdtem tölteni Magyarországon, és ez olyan öt-hat éve, 7 éve volt, egyszerűen egy olyan vágyam keletkezett, hogy esetleg apám autóját visszaszerezni, vagy valami régebbi autókat beszerezni. Szó se volt múzeumról. Építettem a nyaralom egy 16 kocsis garást. Már azért az egy mutat valamit? Hát, hát, igen, igen. És felvettem egy embert, egy restaurátort, aki még mindig velem van, és akkor, és volt aztán már egy ilyen segítség is, mert ott ugye három ház van a telken, és, és ott kezdtünk, vettünk, ezt, vettünk, azt, és azt vettem észre, hogy, hogy, nagyon, nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan. Hát elsőben visszavittem az usa ha az hoztam az usa négy kocsit, hogy azok is nagy, nagy kedileg meg ilyen föltöltötték a helyet, és, csak akkor gondoltam, hogy, hogy bevásárolok itt Dörgicsén, hat, hét megvettem, körülbelül két hektárnyi, építettem rá négy épületet, hármat szabadon hagytam, hogy ilyen levegős, szép bir birtokká váljon, és 2500 négyzetmétre most berendezkedtünk. Ez most uh, úgy tűnik, hogy egy, uh, egy, ilyen 50 fős csoportnak ideális. És, uh, és ez csak négy éves történet, öt és eleinte látogatók nem jöttek, és akkor meghozzuk a döntést, hogy igen. És egy nagyon, 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 nagyon jó döntés volt, mert én nem tudtam elképzelni, és a mostani hallgatókra is vonatkozik, hogy hogy ennyi autórajongó él Magyarországon, akiket akik ezt, akik ezt szeretnék látni. Szeretnének vezetésbe részt venni. Szeretnének információhoz jutni. Hát én, én átmentünk a Káli intézeten annak idején, az egy abszolút hiánycik volt. És az az érzésem, hogy ez a mostani múzeum és a Káli intézethez hasonlóan egy hiánycikk. Ilyen nincs még egy. A Voxholal kezdődött, és ugye, Említette, hogy szépen lassan, meg ugye Amerikából ahogy érkeztek az autók, mi nem volt a... Nem sok ott érkezett az usa csak négy-öt. Mi volt ott a menetrend? A, tehát, hogy milyen ö, koncepció alapján kezdett a, telni a garázs? A, az úgy, úgy kezdődött, hogy ugye, de ennek van azért egy ilyen uh, anyagi oldala is, azt maga is tudja, tehát egy, 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 egy a ilyen... Ez Egy ilyen ami... kocsi nem olcsó. Úgy, hogy... Úgy, hogy mi a feleségemmel átdolgoztunk egy egész életet az Egyesült Államokban, tehát nem voltunk egy költekedő típus, de, de egy, azt kell mondjam, hogy egy, 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 egy vagyonos ember lettem, különösen magyar szemmel nézve. Utána a kormány megvette az intézeteimet, hát az, az szintén egy nagyobb menet volt. Minden nem lehet elmondani az árát, de jó pár autót lehetett venni, és meg épületet. És, és, és gyakorlatilag ez a. E, 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 akkor kezdtünk el menetelni, amikor fölépült az első nagyobb épület, akkor hirtelen lett 1000 négyzetméterünk, plusz a 16 kocsis garázs, és akkor céltudatosan. Két nevet megemlítenék azért, az egyik a Nagy Péter, aki a restaurátorom, ő komoly autószakértő, a másik pedig Négyesi Pál, aki ilyen autótörténész, most már doktor Négyesi Pál, a segített nekünk orientálódni ebben a világban, hogy mit merre meddig, és egy tematikusan épült. A fő cél az volt, hogy sok komoly gyártótól egy, két kocsit csak. Nem 15 Mercedes sorakoztatunk be, akkor el kell menni a Mercedes múzeumba. Itt van Mercedesből, BM, minden, ami van, az összes olasz kocsi, az összes egy nagy csomó angol gyártmányú kocsi, németek, tehát hát, franciák, mindenki reprezentálva van egy-egy kocsival. Ami, ami aminél nagyon vigyáztunk arra, hogy a, a kocsik minősége olyan legyen, mint hogy árból jönnének ki, tehát gyönyörű állapotban legyenek, és még a színekre is. Nem lehet 15 kocsit berakni egy sarokba, mint piros. Az úgy néz ki, mint a szocialista garázs. Úgyhogy beszélve a szocialista garázs utána egy évre rá, hogy ez megnyílt, kinyitottunk egy ilyen szocialista. Um, ugye Trabant, Warburg, Zastava, még Csajkát is szereztünk a végén, tehát a tavalyi év közepe óta van egy szinte újnak mondható Csajkánk is, az is is nagyon kedvelik az emberek, mert azokkal tudnak azonosulni. Nagyapámnak ilyen volt, apámnak ilyen volt. Én még emlékszem, gyerekként vezettem ezt. Tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen bűbájos kapcsolódás van a látogatók, és a szocialista kocsik között. Az, amin számomra feltűnő volt, és pont amikor ott jártunk, akkor éppen a, a csápos emelőn volt a motorja és a váltója, mert éppen valami felújítás sorakozott. És a Lamborghini. Az Espada bizony, és egy az, hogy olyan színe van, hogy az embernek rögtön a nyál összefut a szájában, de hogy szerintem sokan úgy is közelítenek ehhez a múzeumhoz, amit Akár az automotor utolsó két oldalán a nem tudom, a Genfi szalonról láttak a 70-es években, gyerekkorukban, és soha az életben nem találkoztak vele, és ott egyszer csak megvan a manifestációja, hogy itt a papíron láttam 50 évvel ezelőtt, és most itt van ez az autó, és láthatom. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy, hogy, hogy különleges színű, de gyári, színű kocsikat rakjunk egymás mellé. Hát például a facel vég az egyik égköve a múzeumnak, egyik legritkább, talán az egyik legdrágább darabja. Olyan gyönyörű kék, kívülbelül, hogy az emberek csodálkoznak, fényképezik, szívják magukba ezt az érzést, hogy hogy a csodába tudtak, mint a 63 egy ilyen gyönyörű autót gyártani, franciák. a, a ez a Lamborghini is a maga nemében egy, egy, egy gyönyörű darab, a, az angol kocsik közül is vannak nagyon szépek. Hát a, 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 a kocsik egy része eredeti színű, de nem lett átfestve, a, de nagyon kikíméltek, tehát újak gyakorlatilag. én azt mondom, hogy, hogy hogy áldom a sorsot, hogy, hogy, egy változás jött egy kicsit ilyen idősebb koromra, mert jövő hét eleszek 81. Úgyhogy, úgyhogy, ha megélem, de hát most már úgy néz ki, hogy, hogy ezt a néhány nap nem lesz gond. és, 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 és ezt a mérhetetlen energiát, ami bennem volt egész életemben, még idősebb koromban is tudom hasznosítani. Borzalmas energiák vele mennek. Most is itt ülök maguknál, beszélgetünk az autókról, ugye hát, hát más kortársam ott van üldögén, a tévét, elmegy a konyháig, tudom én, hát én egy rendkívül aktív életet élek, ami, ami kifejezetten hálás vagyok a sorsnak. Ez azért nagyban köszönhető annak is, hogy alapvetően bár nagyon dolgos élet után, de hogy jó módban, Amerikában egy más mentalitást is tudott hozni? Én, mikor először nagy pénzt kezdtem keresni, ez a 70-es évek közepe, a, egy, de nagyon nagy pénzeket, akkor egy ismerősöm azt mondta, Megkérdezem, mit csináljak el? Most mi, mit kezdek? tudod, mit maradj az egyszobás lakásodba, ne add el a bogaradat, várjál, minden pénzt tedd a bankba. maradtam a kis lakásomba, a kis bogaramba, dolgoztam, jöttem, és, és megtanultam 90 át a jövedelmemnek félretenni. Tehát soha életemben nem költöttem el azt, amit kerestem. Ez hát egy átdolgozott élet alatt azért ez, ez komoly, komoly dologá válik. És hát ugye, ugye maradjunk csak például a dörgicsei felállításnál. Hát föl kellett építeni az épületeket. Az első épület 1000 négyzetméteres volt. 100 ezer forint volt négyzetméterenként építeni. Most mennyi? majdnem tízszerese. Kilátásos telekkel. Tehát az ember, ugye, ha jó irányba, nem a fektet vagy jó helyen tartja a kis vagyonkáját, akkor az azért tovább erősödik. Én azért azt látom, hogy hogy ugye azt említette, hogy így időskorára is az az energia megmaradt, és az a lendület megmaradt, vagy még egy újabb feladat, és ezt is ezzel az energiával, hogy azért bőven van ott még energia, és, és nem olyan embernek ismertem meg, aki most alkot valamit, és és akkor hátra dőlünk, és hát, em, em, talán annyit mondanék, hogyha még jön egy változás, vagy kettő, arra is lesz még Van energiám. kapacitás? Van, lesz még energiám hozzá. Hát ugye mi vagyunk, ugye, ha már egy kicsit kitértünk, ugye mi vagyunk a, az egyik legkomolyabbak a, a balatoni Van egy katamarán csapatunk, ami állandóan dobogós, tehát ott vagyunk mindig. A, a 25 éves fiatal hölgy, a kapitány, ő vezeti a hajót, a a legjobb vitorlása kétségtelenül. Van egy kikötőnk, ahol nem csak katamarán oktatás, de olimpiai utánpótlást, képzést is végzünk. Tehát az is ugye egy csomó embernek ad munkalehetőséget, egy csomó fiatalnak lehetőséget arra, hogy versenysportolóvá váljon, vagy akár olimpiára kikerüljön. Tehát ezek mind ilyen pozitívak. Két éve orosházán, a gimnáziumon egész szárnyat újjáépítettem. Egy ilyen biológiai tehetségkutatólabor a Félegyetem Szegedről oda járt a csodájára, hogy, hogy ilyen nekik sincs. új mikroszkópok, 3D, ilyen gépek, olyan gépek, fantasztikus. Az is egy nagy öröm, mikor lemegyek, akkor 35 ösztöndíjasom ott van a falon kirakva, akik káli ösztöndíjat nyertek, és érettségi előtt még, és azokból nagyon sokan orvosok, kutatók és egyéb biológiai beállítottságú emberek lettek. Ez is elmondhatatlanul jó érzés. És az első átadón. Még az Internacionalét énekeltük, 87 be kezdődött, képzelj el. Tehát azért van egy kis előrelátás is itt. És ha már a múzeumoknál vagyunk, a, a városban Oroszázán is nyitottunk egy múzeumot. A, az egyik legkomolyabb kézműves és motorrestauró Magyarországon az Ilahi Zoltán, aki a az autós körökbe közismert, az ő gyűjteményéből a legszebb darabok vannak most kiállítva. De hogy mennyire mozgunk ott is, ugye tegnap, tegnap lent voltam Morosázán, is, vittünk 17 darab gyönyörű képet, amivel földíszítettük, ami. A, a, a falakat, hogy a, hogy a Dörgicsei Múzeum hangulatát is behozzuk ide Orosz Ázára. Úgyhogy ez is egy olyan pozitív, jó érzéssel tölt el. vagyok a városnak. Hát ezt valahogy megértem, igen. Hát nem megvásároltam, de talán esetleg ki vagy megérdemeltem, nem tudom mi a jó szó erre. Azt említette ugye, hogy még két-három kromoly változásra bőven van még energiája. Éppen ezért ezt a részét abszolút nyitva vagyok a dolognak. Akkor azt mondom, hogy ha itt leteszünk most egy pontot, akkor mi a legnagyobb büszkeség számára? Az unokám. Most született három, négy hete a fiamnak, a kislányomnak pedig három éves, az a három éves, és egy új generáció indul, az embernek akkor úgy, úgy eszébe jut, hogy érdemes volt élni, és érdemes lesz dolgokat hátrahagyni. Közte a múzeumot is. Mert én úgy tervezem, hogy ez a múzeumhoz ne legyen senkinek hozzányúlási lehetősége, ez maradjon így. Ez valamennyire nem valamennyi, ezt mi közkincsé tettük, és mint olyan véleményem szerint egy nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy tízezrivel tudjuk megmutatni ezeknek a kocsiknak a szépségeit azoknak a látogatóknak, akik elfáradnak hozzánk. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és bár nem kívánom a két-három változást, bár legyen pozitív változás, és legyen valami új kaland az életében, de az, azokat az energiákat és a jó egészséget kívánjuk. Úgyhogy én is kifejezetten köszönöm a türelmét a nézőknek, hogy végignézték ezt a beszélgetést, és hogyha van hangulatuk, akkor nagy örömmel látjuk önöket Dörgicsén, és egy életre szóló emlékben lesz részük. Ezt én garantálom. Köszönöm szépen! Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Ságer FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.